Első körben én a fenntartói felelősségről, a korábbi fenntartói felelősségről szeretnék beszélni. Mikor a holding megalakult, akkor a holding vezetése azt a célt tűzte ki, és azt fogadta el a megyei közgyűlés is, hogy a holding racionálisabban, észszerűbben és gazdaságosabban fog működni, mint a korábbi időszakban. Az látszik, hogy ebből a célból úgy tűnik, hogy majdni kevés valósult meg. A fenntartói felelősség megkérdőjelezhető egészen 2011. december 31-ig. Megkérdőjelezhető személyesen Sercsen Oszkárnak, a megyéközgyűlés elnökének a felelőssége. Megkérdőjelezhető dr. Kovács Ferenci, aki a felügyelőbizottság elnökeként korábban a holding működéséről rengeteg információval rendelkezett, és természetesen megkérdőjelezhető minden fideszes képviselői. Azt szeretném még mondani, hogy a megyében 15 fideszes országgyűlési képviselő van, akik mélyen hallgatnak, akik akkor, amikor a gazdasági válság elkezdődött és egyházán elbocsátások kezdődtek bizonyos gazdasági társaságoknál, akkor nem átalottak kimenni az utcára és gazdasági társaságok vagy vállalatok előtt sajtótájékoztatókat tartani és tiltakozni az elbocsátások ellen. Most pedig, amiről a későbbiekben szó lesz, majd Lévi Józsi fog beszélni róla, most pedig egy ilyen mértékű elbocsájtás kapcsán mélyen hallgatnak, és azt gondolják, hogy senki nem fogja megkérdezni tőlük, hogy nekik személyesen mi a felelősség. Azt kérjük ettől a 15 fideszes országgyűlési képviselőtől, hogy a parlamentben is hallassák a hangjukat a jelenlegi döntés előkészítés kapcsán. Hangsúlyozzák azt, hogy a megyének nem csak a munkanélküliség miatt van óriási szüksége a kórházak önállóságának a megtartására, hanem amiatt is, mert az egészségügyi ellátás színvonala az nem csak az egészségügyi dolgozóktól függ, hanem a háttérszolgáltatásoknak a minőségétől is. Hogyha ennek a háttérszolgáltatások a minőségét megkérdőjelezi a kórház jelenlegi vezetése, akkor nagyon szomorú jövő előtt áll a megye egészségügye, és mi azt szeretnénk, hogyha ettől a döntéstől, vagy ezt a döntést felülvizsgálnák egyrészt a vezérigazgató, másrészt pedig mindazok, akiknek ebben felelősségük és döntési jogkörük van. Mi ezért kértük azt, hogy a 15 megyei fideszes képviselő végre kezdjen el dolgozni, azt is mondhatnánk, hogy itt az idő, hogy elkezdenek dolgozni, itt az idő, hogy valódi összefogást kezdeményezzenek a megyei országgyűlési képviselőkkel, és próbáljanak meg együtt eredményt elérni annak érdekében, hogy ez a mostani döntés megváltoztassák, és a későbbiekben ilyen típusú problémákkal lehet számolni. Én átadom a szót Lévi Józsefnek, a végén még szeretnék egy mondatot mondani. Ha végig tekintünk az elmúlt 22 évben rendszerváltás óta, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy utoljára ilyen méretű tömeges elbocsátás az állami és közszférában, Nyíregyházán és a megyében a rendszerváltás követően volt, amikor megszűntek nagy állami vállalatok, építőipari vállalatok. A dolog pikantériája az, hogy akkor is és most is jobboldali kormány volt hatalma Magyarországon. Amikor hallgattam a vezérigazgatónő pókerarccal elmondott tájékoztatóját az 541 ember kirúgásáról, elmondta, hogy háttérszolgáltatásban dolgozóktól kívánnak megválni, informatikusoktól, pénzügyesektől, kontrollingosoktól, takarítóktól. Én nem tudom, hogy van-e 541 ember a holdingnál, aki ilyen háttérszolgáltatást végez, de majd ki fog derülni, hogy tényleg érint-e egészségügyi alkalmazottakat is. Minden esetre, ha 541 embert a háttérszolgáltatásokból kirúgnak, azzal lefejezik a teljes háttérszolgáltatást. Kérdem én, ki fogja ezt elvégezni? Tehát valakinek a munkát el kell végezni. Nem lennék meglepve, hogyha hamarosan Fidesz közeli cégekbe szerveződne ki ennek a munkának az elvégzése. Még egyet szeretnék elmondani. Egész logikusan végig lehet vezetni, hogy hogy kerültünk ebben a helyzetben. Hogy mindjárt került ismert, a büntetőeljárás folyik a kórház volt vezérigazgatója és egyéb ismeretlen tettesek ellen. A kórház volt vezérigazgatója mai nap is házi őrizetben van.
Mi úgy gondoljuk, hogy Kis Zoltán egyedül nem tudta ezeket a dolgokat véghez vinni. Úgy gondoljuk, hogy ezért felelősség terheli a megye akkori vezetőségét, vezetését, a felügyelőbizottság elnökét és tagjait, illetőleg a holding igazgató tanácsában akkor ő urakat és hölgyeket. Köszönöm szépen! Azért, mert a családját nem kérje fenntartani. Nagy a rezsi, fizetni való van, gyerekek iskoláztatása, most én az iskola. Most kellene legtöbb a gyerekekre. Tehát ezt megoldani ebből a fizetésből nem tudják, muszáj nekik másik volt a helyet. Hát tudom. Tudom. Meg lehet oldani. Persze, meg a betegeket elfogja. Csak ez az egy nagy baj, hogy a kormány saját zsebben dolgozik, és nem igyekszik rendbe tenni a kórházat, sem más munkahelyeket. Mert milliókat osztanak ki, amiről még nem is tudnak a nagyokosok, hogy milliókat osztanak ki egyes dolgozóinak. És akkor a szegény embernek húzza az igát. Menjen utcára, ennyi. Ennyi. Ennek a kórháznak volt egy vezetője, akire a 2006-tól az új fideszes vezetés nem tartott igényt, és az a vezető ma az egyik legnagyobb országos kórházat vezeti egyébként. Egy olyan kórházban vagyunk, ahol a háttérszolgáltatások kiszervezésekor 541 ember fogja elveszíteni a munkahelyét, és ne felejtsük el, hogy ez az 541 ember, ez 541 családot is jelent, akik bizony lehet, hogy egyetlen keresős családból most kereső nélküli családdá fognak válni. És ahogyan az előttem szólók is említették, a vezérigazgató asszony nagyon határozottan és meggyőződéssel említett még egy tényt a sajtótájékoztatón a tegnap előtti napon. Azt mondta, hogy az 541 elbocsátandó dolgozó számára munkalehetőséget fognak biztosítani, és megfogalmazott két célállomást, két lehetőséget a munkáltatás számára. Én erről szeretnék még két-három mondatot megosztani önökkel veletek. Az egyik ilyen munkahely lehetőség a Raiffeisen Bank, a másik pedig a Lego, amit a vezérigazgató asszony említett. De nézzük meg a tényeket. A Raiffeisen Bank leendő call centere még nem is üzemel, és ismereteink szerint egyébként az új call centerben dolgozandó 150 embernek a képzése már elindult, azaz azt mondhatjuk, hogy ez az állás lehetőség gyakorlatilag léggömb, nem létezik, nem valós. A másik, amit pedig szintén megemlített a vezérigazgató asszony, az pedig a Lego üzeme. Itt azonban tudnunk kell, hogy a becslések szerint 2016-nál hamarabb nem igazán valószínű, hogy a Legóban a képzés elindul, hiszen pontosan tudjuk, hogy az új Legó üzemnek a megvalósítása során jelenleg még a kisajátítási folyamatok zajlanak. Azaz azt mondhatjuk, hogy amellett, hogy jó néhány hazugsággal találkoztunk már az elmúlt években, bizony-bizony az 541 reményvesztett ember számára megfogalmazott álláslehetőség is léggömb és nem valós adatokon alapszik. Ezért kérjük és követeljük azt az országgyűlési képviselőitől még egyszer nyomatékosan a megyének, hogy tegyenek valamit ezért az 541 dolgozóért, tegyenek valamit ezért az 541 családért. Köszönöm szépen a figyelmet!